16. rész. Anya, szeretnél beszélni róla? Nem találtam meg a magazinokat a boltban. El kellett mennem egy másikba. Ne, akkor ezért voltál el ilyen sokáig. Mehmet, gyere kisfiam. Ömer, kicsim, elkéssel, itt meg a tejedet. Jó nagyra kell nőnöd, így né. Van nálad pénz? Mindet elköltötted. Tessék. Aztán jól oszd be. Gyorsan, 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 siess. Gyere, gyere, gyere már. Így. Ezt tedd el szépen. Mik a terveid már a Mehmet? Van pár építkezés a közelben. Benézek oda. Siess! Mintha tárt karokkal fogadnának. Szerinted nem hallották, mit műveltél? És mi van Ali úr ajánlatával, he? Ő alkalmazna téged még azok után is, ami történt. Jó étvágyat. Mehmet. Ne hallgass rá. Menj, beszélj velük, kapd el őket, fiam, ügyesen. Hajrá, kicsi, menni fog. Szia, Mehmet, hajrá, sikerülni fog. Menni fog. Miért nem eszel? Köszönöm, Riza. Elment az étvágyam. Azért, mert leteretettem a fiadat? Á, értem. Szóval ő csak az én fiam, igaz? Amúgy is, ki ez az Ali nevű? Mi, ki ez? Folyamatosan ajánlatokat tesz a fiunknak. Ki a fene? Ki ez? Mondd csak! Hál' Isten, hogy már nem dolgozik ott. Na és te? Eszem, apa. Ti ketten diétáztok, vagy mi? Megyek. Szervusz, legyen szép napod. Persze. Elment az étvágyam. Mindenért meg kell sértődni. Megyek és megfürdök. Anya! Anya! Anya, hallgass már meg, kérlek! Sajnos be kell látnom, hogy semmit nem tanultál tőlem. Mi lett belőled? Anya, aznap egy buliban voltam a csoporttársaimmal. Meg akartam mutatni, hogy lehetek egy közülük. De már látom, hogy ez nem így van. Aznap éjjel azt mondta, Jansunál alszol. Hol aludtál?
az egyik csoporttársam kanapéján. De ne aggódj, nem történt semmi. Semmi rosszat nem csináltam, anya. És a virágok? Attól a fiútól vannak. A kórházból a gazdag fiú, aki a Jansu hetek óta oda van. Ha? Ezt meg honnan tudod, anya? Az anyák tudják az ilyet, kicsikém. Én sosem akadályoznám meg, hogy szerelmes legyél. Szeretném, ha szerelmes lennél valakibe, az első szerelem gyönyörű. De ne veszítsd el a fejed! Ne feledd, ki vagy! Feria! Figyelj! Jól figyelj! Szeretném, ha megesküdnél Ömerre, Mehmetre, apádra és rám! Nincs több hazugság! Nincs több hazugság! Ígérd meg! Zera? Igen? Nem felfelé készültél? De, csak megállított. Valamit szeretett volna üzenni Jansunak. Semmi baj, majd én átadom. Most menj készülődni, drágám, ne késsel. Menj. Miért van olyan érzésem, hogy valamit titkoltok előlem? Titkolni? Mit? Dehogy. Most megyek, beszélnem kell Jansuval. Indulj, Pelin! Szia, anya! Érezd jól magad. Ajánlom, hogy változtassa hozzáállásodon, mielőtt elkezdődik az óra, Jansu. Ilyen negativitással nem hinném, hogy bármi is jól sikerülne. Ferihának barátja van. És? Láttam őket csókolózni. Hogy? Hol? A parkban, a házhoz közel. És te bámultad őket? Ezt nem hiszem el. Csodás. Neked nem is az a problémád, hogy csókolóznak, hanem az, hogy én bámulom. Az nem a mi dolgunk. Csak is ő felel a saját tetteiért. Milyen volt a fiú? Nem láttam tisztán, de azt hiszem magas volt. Nézd rá Feriára. Érdekes. Az apja még csak ki sem engedi a házból. Erre a ház előtt csókolózik. Teljesen elment az esze. Elvakítja a szerelem. Csak a karbantartó lánya. És izgalmasabb az élete, mint az enyém. Neked is az lehetne, ha átmentél volna a vizsgákon, és kimozdulnál egy kicsit a házból. Ja, persze. Biztos, hogy Feriának pont az egyetemről van barátja. Valószínűleg elfelejtetted, hova jár. Szerintem inkább Mehmet egyik barátja, vagy valami szomszédsrác. Jansu, felejtsd el, ne érdekeljen más. Azt hittem, te tudni fogod, ki az. Mostanában eléggé összebarátkoztatok. Jó, Jansu. Zerra itt van. Váltsunk témát. Szerintem nem csinálná, ha félne az anyjától. Jansu! Jó napot, Zerra! Köszönöm, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Zerra néni! Jó étvágyat! Köszönjük! Köszönjük! Bemegyek és előkészülök. Rendben.
Igen? Rossz irányba mész. Mi? Nézz hátra. Hiányoznál, ha taxival mennél. Ha nem túl sok... Megszoktam. Ki az? Sportklubból, de erre nincs időm. Hande, el kéne döntened, mit csinálsz a szülinapodon. Vagy sajnos nem tudok ott lenni. Persze, drágám. Már is hangulatba kerültem. Hisz péntek este. Milyen izgalmas. Még sosem voltunk ott. Itt az ideje kipróbálni. Én vagyok a szülinapos. Vagy jössz, vagy nem? Jó, de legalább magánbuli legyen. Igen. Ez Emir döntése lesz. Gondolom, különleges meglepetéssel készül. Akkor most ennyire jóban vagytok? Azt hittem, fasírban vagytok Feria óta. Dehogy is. Semmi sem állhat közénk. A kis Feria csak egy fellángolás. Hogy-hogy? Tudod, a férfiak szeretnek vadászni. Emir akarta őt. De az ilkerügy elfogadhatatlan. És nyilván nem lett volna szabad kihasználni a Emért. Feri a lejárt lemez. Hé, miért nyomtad ki koráit? Semmiség. Majd elmondja, ha itt lesz. Biztos nem fontos. Megvan, Hande kisasszony. Neked is jó reggelt. Jó reggelt, Neir. Hande. Elég letörtnek tűnik ma reggel, majd felvidítom. Úgy legyen. Add vissza. Mit akarsz? A múltkori parkolási díjat? Tessék. Jól van. Értékeltem. Mostanság abból áll az életem, hogy értékelem, amit csinálsz, Hande. Hogy csináltad? Áruld el, hogy hogy loptad el azt a nyamvadt CD-t. Kérlek. Nem fogom elmondani, hogy csináltam. Ez az én titkom. Vége az órának, de van egy szülői értekezlet. Miért nincs nálam laptop? Így hogy halljak a hercegről? Elvették az egyetlen barátomat. Mostanában Feriával eltávolodtunk egymástól. Nem tudja, hogy vannak-e barátai az egyetemről? Valaki, akivel sokat lóg. Tessék, mégis hogy érted azt, hogy lóg? Úgy értem, hogy találkozik a barátaival. Már régóta nem láttam. Nem hinném, hogy minden idejét otthon tölti, és megállás nélkül tanul. Ami azt illeti, de mi más csinálna? Nem tudom. Lóg valakivel. Mármint... Minden sikert meg kell ünnepelni, nem? Új környezet, új barátok, új emberek. Én is... Pont ezt csinálnám. Szerencsére ő nem úgy gondolkozik, mint te. Most hozom a vödröt és feltakarítok. Nekem kéne a helyében lennem. Akkor az enyém lenne. És te nem, de szánalmas vagy.
Semmi közöm Feriához, amióta Emirt már nem érdekli. Ne aggódj. Békén hagyom. Mi a baj? Meglepődtél? Már nem érdekel. Már lejárt lemez. Nekem nem úgy tűnik. Jó reggelt. Jó reggelt, haver. Jó reggelt, Feria. Jó reggelt. Hande, jól vagy? Egy pár perce még semmi baja sem volt. Mondd, mi történt veled, Hande? Jól vagyok. Csak a hasam. Egy kicsit megfájdult. Á, értem. Sok volt a reggeli. Nem tudja megemészteni. Így el egy pohár vizet. Hát, ha segít. Kérsz gyógyszert? Köszönöm. Elmegyek mosdóba. Elkísérjelek? Nem kell. Nem rabollak el tőle. Helyes. Mi jól vagyunk így. Hande. Most akkor Emirék tényleg együtt van? Vak vagy, vagy mi? Hande. Hande. Asim úr, hogy halad Jansu? Egészen jó, Szánem asszony, de problémák vannak a koncentrációval. Ha ezen túljutunk, remekül lesz. Értem. Probléma a koncentrációval. Igen. Rendben, dolgozunk rajta, megígérem. Köszönöm szépen, akkor jövő héten ilyenkor. Minden jó. Szép napot. Jansu, természetesen hívhatsz bármikor, ha kértésed lenne. Köszönöm, tanár úr. Koncentráció problémák. Miért nem vagyok meglepve? Jansu, azt mondtad, magánórákat akarsz, az apád beleegyezett. De nem szeretném, ha továbbra is csalódást okoznál neki. Én próbálkozom, jó? Na jó, elegem van ebből. Mind a ketten tudjuk, miért van gondod a koncentrálással. Azért, mert az álmaidban élsz. Mert folyamatosan egy olyan fiún agyalsz, akit nem is ismersz. Csak neveket írogatsz tanulás helyett. Hagyj már békén, Szanem! Ez nem igaz, esküszöm, nem csináltam ilyet. Ha te nem, akkor ki? Én? Vagy Pelin? Nem én voltam! Figyelj! Nem tudok így írni, jó? Nem tudok ilyen szép betűkkel írni, de honnan is tudnád? Ne válts témát! Tényleg ennyire hülyének nézel? Nem én voltam! Esküszöm, hogy nem én voltam! Hé, Jansu, ne sírj, kicsim. Ne sírj, drágám. Jaj, drágám, ne sírj, csak a legjobbat akarja neked. Minden rendben lesz, jó? Jól van. Ugyan, Zera nédi, nem is törődik velem, csak helyre akarja hozni a kapcsolatát apával. Így próbál bevágódni. Velem senki sem törődik. Jaj, tudod,
hogy ez nem igaz, édes csillagom. Aj, az Istenért butazzen rá! Na gyere, gyere, mossuk meg az arcodat, az én csinos lánykám, gyere, gyere, drágám, gyere, utána minden jó lesz. Mondhatok valamit? Igen. A világért sem akarnék beleszólni, de... De Jansuk keményen tanul. Ezt mondja önzerre. De tényleg, órák óta tanul, semmit nem csinál. Ez a probléma. Nem tud koncentrálni. Tisztára olyan, mintha álomvilágban élne. Mind ugyanolyanok, mindannyian. Mind. Egy lelki roncs volt. Haldun mesélt az anyjáról. Elkényeztette. Aztán elhanyagolta. Az apja ugyanezt csinálja, és én viszem el a balhét. Folyton engem hibáztat. Egyfolytában probléma van vele. De mit lehet tenni? Évek óta ismerem Jansut. Nagyon okos gyerek volt, mindig hozta haza az ötösöket. Akkor kezdődtek a problémák. Amikor meghalt az édesanyja, akkor változott meg. A legnagyobb félelmem, hogy Pelin is sérülni fog. Higgy el, én csak attól félek, hogy rossz példát mutat Pelinnek. Nagyon befolyásolható korban van. Két problémás gyerek egy családban túl sok. Gondoljon csak bele. Ön nyilván nagyon büszke Feriára és Ömerre. De mi lenne, ha két Mehmet lenne? Akkor mit tenne? Akkor is szeretném. Természetesen nem utálnám meg a gyerekemet egy hiba miatt. Nem érdekel, hogy 2 vagy 10 lenne belőle. Ő akkor is az én kicsi fiam marad. Mindegy. Inkább ne beszéljünk többet az anyaságról. Mindenkinél más. Persze, mindenki másképp csinálja. Az anyámnak is megvolt a saját módszere, nekem is, és persze önnek is. Igen. Persze, hogy megvan. A generációs különbség. A különbség az oktatásban. Ezek formálják valaki életét. És az anyaság. Az anyaság csak is az érzelmekről szól. Semmi másról. Pénz, kultúra, oktatás. Ezektől nem válik valaki anyává, hanem asszony. Mindig tartsa közel a szívéhez a gyerekeit. Én ezt tudom az anyaságról. Van még valami? Nincs. Akkor legyen szép napja. Nem hagyja Jansut, és az én gyerekeimet is bántja. Halló? Igen, Orhán úr. Persze, ott leszek vasárnap, csak mondja el, hogy jutok oda, mondja csak. Igen, igen, a fő utcáról. Igen, 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 a banknál, persze. Jó, akkor oda találok. Hogyne, jó. Rendben, ott leszek, köszönöm. Viszontlátásra, viszal. És megérkeztek a madárkák. Mi újság? Most, hogy mindenki itt van, beszéljünk Hande szülinapjáról. Ó, mikor lesz? Most pénteken. A hézbe mennénk. Oké, persze. Nem. Meggondoltam magam. Mármint úgyis mindig oda járunk. És néhányunknak rossz emlékei vannak onnan. Feria, sajnálom. Ez nem volt szép. Ó. Köszönöm, kedves tőled. De nekem nincs semmi bajom a helyjel.
felőlem legyen. Értem. Ez elég kínos volt. Sajnálom. Még nem szoktam hozzá, hogy egy asztalnál ülünk. Majd megszokod. Hello. Mi újság? Hé, hey, hogy vagytok? Emir, gratulálok. Végre sikerült levadásznod. Köszi. Kedves tőled, de én nem így látom. Sétálunk egyet? Persze. Sziasztok. 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 Na, akkor mit csinálunk a szülinapon? Tessék, milyen szülinap? Az enyémen. Hová megyünk? Azt még nem tudjuk. Majd szólok, ha eldöntöttük, Günce. Oké. Okay. Na jó. Kimegyek én is a friss levegőre. Jó szórakozást! Hát, magunkra maradtunk. Mit iszol? Feria, mi a baj? Ugyan semmi, sajnálom. Csak annyira furák velem. Nem érdekel. Én jól vagyok. Sőt, soha nem voltam ilyen jól. Elviszlek valami jó helyre ma este.
Ma inkább ne, haza kell mennem. Néhány rokonunk nálunk alszik, és anya kérte, hogy érjek haza korán. Jó. Akkor majd holnap csinálunk valamit. Hm? Tudom, hogy ez így furcsa, de ha nem beszélünk, még furcsább lesz. Ahogy így veletek beszélek, kényelmetlenül érzem magam. Nem már. Akkor talán jobb volt, amikor Emir és Feriá is itt voltak. Ugyan kérlek. Akkor most mennem kéne. Megnézem, hogy Nehir jól van-e. Ti maradtok, ugye? Igen. Rendben. Igen. Ülj le! Tessék? Azt mondtam, ülj le! Ülj már le! Mi a baj? Te voltál, igaz? Mi? Átjöttél hozzám. És elvitted a CD-t Handénak. Hm? Miért? Nagyon kíváncsi vagyok. Na, mi van, Koráj? Idegesnek tűnsz. Jó napot, Sarah asszony. Köszönöm. Most mit gondol róla? Nagy a csend, senki sem kiabál. Milyen piac ez? Üdvözlöm. Jó napot. Szerettük volna, hogy különlegesen nézzen ki a stand. Iklál egy egyetemi barátom. Sarah asszony készíti ezt az isteni reklámot. Á, isteni finomak, gratulálok. Köszönöm. Bízom Orhánban ezzel kapcsolatban. Elég nehéz őt lenyűgözni. Igen, igen, tudom. De a lekvárjai tökéletesek. A vásárlók imádni fogják. Nézze már, ki is raktam őket. Hová? Itt vannak. Ó, jól néznek ki. De ha egy kicsit elfordítjuk, így még jobb. Így. Szóval ők az év párocskája? Még sok idő van év végéig, nyugi. Emir, hát ti hova mentek? Hát... Az emberek imádnak titeket. Én a gyomrom miatt nem tudtam gratulálni nektek. Szóval, mikor lesz az ünneplés? Ünneplés? Nincs az az Isten. Feria, kérlek, a részesei voltunk ennek a kapcsolatnak. Mindenki végignézhette a folyamatot. Úgyhogy ezek után kötelező. Szóval, hova mentek? Feria hazamegy. Á, az első nap. Unalmas vagy. Gyere, hazaviszlek. Először muszáj anyámmal találkoznom. Inkább fogok egy taxit. Akkor mit csináljunk, Emir? Nálad kéne lennünk és tanulnunk. De nem tudom, hogy ez tervben van-e még. Először elkísérem Feriát, aztán meglátjuk. Ó... Meg is feledkeztem rólad. Ne értsd félre. Csak nem tudom elfogadni a tényt, hogy Emirnek az egyetemről van barátnője. Általában klubokban ismerkedik. Ez van. Értem, Hande. Szerencsére okos lány vagy. Majd megszokod. Menjünk. Ne. Egyedül is oda találok. Ne aggódj, semmi baj. Maradj csak itt. Sziasztok! Szia!
Ahogy már mondtam, a bevételt később osztjuk szét. Rendben, jól van. Jó. Ez azt jelenti, hogy itt hagyja a legvárt, és amikor elfogynak, osztozunk. Szóval minden üveg után fizet nekem, ugye? Így van. Akkor ezt megbeszéltük. Csodálatos. Igen, megbeszéltük. Nagyon örülök. Elnézést. Igen? Ez miből készült? Gránátalmából. Házi készítésű. Nem sok ilyet látok errefelé. Nem könnyű elkészíteni, nem sokan tudják. A legtöbben nagyon el is rontják. Nehéz. Csak tudnia kell a dolgát. Tessék, csak kóstolja meg nyugodtan. A színéből úgysem látja, hogy milyen finom. Igen? A falumból van. Természetes összetevőkből készült, isteni finom. Kóstolja csak meg. Parancsoljon. Mennyibe kerül? 20 lira. Ha? Köszönöm. Tessék. Szép napot. Szép napot. Szép napot. Ne tiéd. Tessék. Jó estét, Riza. Zera, nem fent kéne lenned? Nem, Riza, a piacon voltam. Képzeld el, árulni kezdik a lekvárjaimat, hát nem csodás. Most találkoztam a tulajdonosokkal. Minden eladott üveg után fizetnek majd valamennyit a haszonból. Már el is adtam egyet most, ahogy ott voltam, Riza. Hát majd meglátod, milyen remek lesz. Majd fizetnek, ha elfogy mind, aztán csinálok még többet, és adnak még 10 lírát. Jó lenne még többet eladni, de tudod, milyen nehéz az ilyen. Hát magad is tudod, hogy hogy megy az ilyesmi. Nem mondtad el, hogy hová mész. Azt hittem, fent voltál. Erre meg hol jártál? Hát arra sem volt időm, hogy ide jöjjek, mikor hívtak. Szánem asszonynál voltam, de útközben felhívtalak, nem láttad? A telefon biztos kijelezte. Nézd csak meg! Szóval most már üzletasszonynak hiszed magad, Zera? Egész álló nap emberekre sózol rá dolgokat. Nem, Riza, nem én adom el őket. Csak találkoztam velük, és visszajöttem. Most pedig... hazamegyek, ha nincs más mondani valód. Főznöm kell valamit. Ömer, ne fogd meg, gyere! Mehmet! Kelj fel! Kelj már fel gyorsan! Gyorsan! Igyekezz, itt az apád! Kész a vacsora! Nem szégyelled magad? Nem tudunk aludni amiatt a megaláztatás miatt, amit a családunkra hoztál. Te meg itt fetrengsz? Csak elbóbiskolt. Mi a baj ezzel? Előbb keressen pénzt! Jól van, apa. Fent vagyok. Mi a baj, fiam? Fáj a hátad? Ha? Jól vagyok. Biztos? Ülj le, Enni. Kezdek álmos lenni. Tegyük le, vagy nem fogok tudni felkelni. Jó hét. Neked is.
Mi a baj, Riza? Mi? Hová mész? A mosdóba. Nem tudom, mi lesz veled, édes kisfiam. Bárcsak tudnám. De fura, megint itt hagyták. Ó! Ajajajajajajajaj. Így. Jó reggelt, Zera néni. Jó reggelt, kicsim. Jó reggelt. Hallottam, hogy bemész az órákra. Anyukád nem mondta. Én nem megyek többet vissza a suliba. Innentől magántanuló leszek. Nem mondta. Tényleg nem. Jansu, haragszol még rám? Még? Változott valami? Jansu, elkésünk! Szia! Viszlát, Zera néni! Szia, drágám! Ne aggódj, kicsim, nem miattad van, hanem a mostoha anyja miatt, látod? Sajnálom, hogy bekavartam azzal a papíros dologgal. Milyen papír? Az a papír, ahová felírtad annak a fiúnak a nevét. Mi? Ne kiabálj! Megláttam, ahogy takarítottam a szobádat. Aznap éjjel, amikor Jansunál voltál, a zsebemben volt, és teljesen megfeledkeztem róla, aztán véletlenül ott felejtettem a szobájában, és Szanem asszony nagyon megharagudott miattam. Mit csináltál, anya? Nem, ez nem igaz. Beszélnem kell vele. Miről beszélni? Bocsánatot kérnél azért, hogy bekerült abba az iskolába, ahová ő nem tudott, és azzal a fiúval jársz, akiért oda van? Rosszul érzem magam miatta. Először az anyukája, aztán, hogy nem tud kijönni Szanem asszonnyal. Most pedig engem is utál. Ő csak egy fiatal lány, aki féltékeny, és ezt mások tudtára adja. Aztán még az apád és Mehmet fülébe is eljuthat, és ha ez megtörténik, nem járhatsz iskolába, érted? Persze, hogy kedvel a fiú, és elfogad, ahogy vagy. De az apád teljesen más tészta. Ő biztos csinálna valami óriási butaságot, hogyha rájönne. Ezt pedig nem akarjuk, ugye? További magyar hangok. Dekár Adrien, Herman Lilla, Timon Barnabás, Berkes Boglárka, Petridis Christos, Laudon Andrea. Magyar szöveg, Olá Petra. Hangmérnök, Árvai Csaba. Gyártásvezető, Boskó Andrea. Szinkronrendező, Bartuc Attila. A szinkron a TV2 csoport megbízásából a Pannóniában készült 2018-ban. Produkciós vezető, Kovács Anita. Anla sana yüreğinin en ucura köşesine al beni sakla beni orada çocuk yanım bile sarıp sarmala kilidini sal uzaklara bulunmasın bir daha esaretin böylesi makbul anla sana.